május 24-én, 10 órakor összesen 12 fő indult el a József Attila Emlékháztól a Koppánytúra 2.0 elnevezésű rendezvényünkön, vagy túránkon. És hát ebből négyen a harmadik állomás előtt feladták, de volt kemény 8 főnk, aki a körülmények ellenére is, az időjárási körülmények ellenére is végigcsinálta a Koppánytúrát, és jelen pillanatban 2,5 óra, inkább 3 óra túrázás után eső, szél és minden ilyen körülmény ellenére, de itt vagyunk, és véget ért a túra, és hát nagyon jól éreztük magunkat, legalábbis azt hiszem, mindenki jól érezte magát ezen a túrán. Budapestről jöttünk, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. Nem is gondoltuk, hogy a Balaton közelében ilyen gyönyörű helyek vannak. Én ugye már voltam fenn a Nezsdehegyen, de ezen az útvonalon még nem, azért jöttünk el. Nálunk az Ági a túra felelős. Én csak megyek utána, aztán szidom, ha valamit hülyeséget csinál. De eddig még nem volt olyan. Úgyhogy az esőt meg nem ő rendelte. Minden túrát imádunk, és hát a Balaton meg az überel mindent. Én már csináltam Budapestről Mátraverebélyig, ahol a 7-ből 10-et esett, úgyhogy az nem probléma, igen. Van egy ilyen bakancsom, ami körülbelül 4 napot bír anélkül, hogy beázna, úgyhogy... Az árát nem mondom meg, mert itt többen nagyon ferdén néztek rám, amikor mondtam, hogy mennyi. Vissza fogunk jönni, mert van itt egy szoborpark, amit én nem láttam, de az Ági igen, de most ebbe az esőbe azért nem szeretnénk felmenni, és koketálunk valamelyik autóval, ami talán le is visz. De visszajövünk, megbeszéltük, hogy amikor, nem tudom, hát a nyáron csak fog sütni a nap, és akkor szépen följövünk, kicsit piknikezünk, ez az asztal nem lesz itt sajnos, ugye? Jó, igen, úgyhogy ennyi. Úgyhogy majd most azt szavazzuk meg, hogy a park helyett a Vers utca, oda fogunk lemenni, és végighallgatjuk a verseket. Mi nagyon szeretünk túrázni, és anyu találta ezt a túrát, és gondoltuk, hát ha szép idő lesz, ma is eljövünk. És az időjárás ellenére jól éreztétek magatokat? Teljes mértékben, minden nagyon szuper volt, szervezés, minden nagyon. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Mi köszönjük. Én a kutyával túráztam. Ő vackor, 1 éves múlt, és úgyis minden nap szoktunk sétálni. Aztán itt volt ez a szabad nap, akkor úgy döntöttem, hogy eljövök erre a túrára, mert még úgy sem vettem részt rajta, de nagyon élveztük, csak egy kicsit nagy volt a sár, úgyhogy most hazamegyünk, beteszem a zuhanykabinba, és megfürdetem a kutyán. Így fog folytatódni a nap, de nagyon szépen köszönjük a túrát, nagyon jó volt.